Irgalmasságodra gondolj, Urunk, és könyörületedre, mely öröktől való. Ne újjonjon ellenség fölöttünk, szabadítsd meg népedet minden sanyarúságából, Istenünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvéreim, a mostani szent misét rendi szándékra ajánlom fel. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelsük az Úr szent titkait. Urunk Istenünk, könyörülj rajtunk. Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Uram, irgalmazz. Uram, irgalmazz. Krisztus, kegyelmez. Krisztus, kegyelmez. Uram, irgalmazz. Uram, irgalmazz. Könyörögjünk. Urunk Istenünk, tekintsd jóságosan néped buzgóságát, add, hogy testi önmegtagadásaink is, jó cselekedeteink, gyümölcseként, lélekben újjászülethessünk. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, ki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány Jónás próféta könyvéből. Az Úr másodszor is szólt Jónáshoz. Kelj fel, menj el Ninivébe, a nagyvárosba, és hirdesd azt, amit majd mondok neked. Jónás fölkelt, és elment Ninivébe az Úr parancsa szerint. Ninive nagyváros volt, 3 napba telt, míg az ember végigment rajta. Jónás bement a városba, egy napi járásnyira, és hirdetni kezdte. Még 40 nap, és Ninive elpusztul. Ninive lakói hittek Istennek. Böjtöt hirdettek, nagyok és kicsik egyaránt bűnbánati zsákruhát öltöttek. Amikor a szózat eljutott Ninive királyához, ő is leszállt trónjáról, levetette palástját, és zsákruhába öltözve hamuba ült. Aztán a király és a főemberek parancsára kihirdették és elrendelték Ninivében. Ember és állat, ökör és hiú, semmit se egyék, ne legeljen és vizet se igyék. Öltsön zsákruhát ember és állat, és harsány hangon könyörögjön az Istenhez. Mindenki hagyja el gonosz útjait és a rosszat, amit a keze végbe vitt. Ki tudja, hát, ha irgalmas lesz, és újra megbocsát az Isten, lecsillapul izzó haragja, és nem kell elvesznünk. Isten látta a bűnbánó cselekedeteiket, és azt is, hogy milyen komolyan veszik megtérésüket. Ezért nem is bocsátotta rájuk azt a pusztulást, amely büntetésükre tervezett. Ez az Isten igéje. Istenem, te nem veted meg az alázatos és töredelmes szívet. Istenem, te nem veted meg az alázatos és töredelmes szívet. Könyörülj rajtam, Istenem, mivel irgalmas és jóságos vagy. Töröld el gonoszságomat mérhetetlen irgalmaddal. Mosd le bűnömet teljesen, és vétkemtől tisztíts meg engem. Istenem, te nem veted meg az alázatos és töredelmes szívet. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, az erős lelket éreszt fel újra bennem. Ne taszíts el színed elől, és szent lelkedet ne vondd meg tőlem. Istenem, te nem veted meg az alázatos és töredelmes szívet. Te a véres áldozatot nem kedveled, s ha égő áldozatot hoznék, nem vennéd szívesen. Isten előtt kedves áldozata megtölt lélek, Istenem, te nem veted meg az alázatos és töredelmes szívet. Istenem, te nem veted meg az alázatos és töredelmes szívet. Teljes szívvel térjetek vissza most hozzám, mondja a mi Urunk, Istenünk, mert én jóságos és irgalmas vagyok ti hozzátok.
Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Egyszer Jézus köré sereglett a csodaváró tömeg, de ő így szólt hozzájuk. Ez a nemzedék gonosz nemzedék. Csodajelet kíván, de nem kap más jelet, mint Jónás próféta jelét. Ahogyan Jónás jel volt a niniveieknek, úgy lesz az emberfia is jel ennek a nemzedéknek. Az ítéleten majd ezzel a nemzedékkel együtt megjelenik Dél királynője is, és helyeselni fogja elítélésüket, hiszen ő a föld végéről is eljött, hogy hallgathassa Salamon bölcsességét. Itt pedig nagyobb valaki van, mint Salamon. Ninive lakói is ott lesznek az ítéleten ezzel a nemzedékkel együtt, és helyeselni fogják megbüntetését, mert ők Jónás szavára bűnbánatot tartottak. Itt pedig nagyobb valaki van, mint Jónás. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, a mai evangélium csodaváró tömegről beszél. Bárha egy kicsit olvassuk, nézzük a Szentírásnak, az evangéliumnak azokat a sorait, amik megelőzik a mostani szakaszt, ott inkább arról van szó, hogy néhányan vannak, akik oda mennek Jézushoz, és jelet követelnek, csodát követelnek tőle. Azonban, amikor Jézus szólni kezd erről, akkor érezzük azt, hogy ez nem csak néhány embernek a kérdése, nehézsége vele szemben, hanem valószínűleg sokaknak. És azoknak a sokaknak, akik ezt kérdezik, ezt várják, kísértés a magatartásuk, hiszen ők valami olyat akarnak, amit Jézus nyilvánvalóan nem fog teljesíteni, illetve aminek a teljesítése valamiképpen lehetetlen is lesz a számukra. Ahhoz, hogy a jelet, amit követelnek, ami tulajdonképpen a hitnek a megerősítését szolgál, és amire bizonyos imádkozásban mindannyiunknak szüksége van, azt fölismerjék, az egy másfajta hozzáállásra van szükség. Arra a hozzáállásra, ami bizalmat jelent azzal szemben, akitől a jelet, a csodát várják. Ezzel kapcsolatban Jézus két példát említ, Dél királynőjének az érkezését Salamonhoz, aki fontosnak tartotta és tett azért, hogy megismerje Salamonnak a bölcsességét. Ez a fáradozása, küzdelme, ez lehetőséget adott arra, hogy megismerje Salamont. Itt pedig most nagyobb valakinek a bölcsességét hallgathatják azok, akik Jézus körül vannak. És a Jónás jele, akinek a szavára a ninivéiek megtértek, annál nagyobb valaki van most jelen, és nagyobb jelentőséggel bír, fontosabb az, hogy a megtéréssel odaforduljanak Jézushoz. A jelnek a követelésével kapcsolatban érdekes megnézni Jézus születésével kapcsolatos eseményeket, ahol Zakariás jelt kíván ahhoz, hogy hinni tudjon az angyal szavára, hogy gyermekáldás lesz az életében. Ezt a jelet tulajdonképpen a hitetlenségével kéri, és így történik az, hogy Zakariás megnémul. Ugyancsak jel van Jézus születésének a híruladása alkalmával is. Ott azonban Mária hitt, és a számára nyilvánvaló lesz a jel, hogy rokona Erzsébet, akit magtalannak tartanak az emberek, gyermeket vár. Annak a hitnek, amelyik bizalommal fordul Isten felé, annak a hitnek megadatnak a jelek. Azok fölismerik Jézus szavában azokat a csodákat, amire szükségük van, és a kétségeiket ezzel tulajdonképpen meg tudják oldani. Viszont azok, akik állandóan követelőzve, mindig számon kérően, hitetlenkedve kérik a jelet, a csodát, azok nehezen fogják fölismerni Jézusnak a csodáit, melyet az életünkben művel.
nagybőti idő, segítsen bennünket, hogy ezzel a hittel tudjunk Jézus felé fordulni, és minden nap életünknek az eseményeiben fölismerjük az ő jelenlétét, az ő csodáját. Amen. Testvéreim, kérjük mindenható atyánkat, hogy a nagybőti időben önmegtagadó életet éljünk, őszinte bűnbánatot tartsunk, és így készüljünk elő húsvét örömre. Hogy népedet, Urunk, igaz bűnbánat által a keresztség kegyelmének megújulására vezest. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy egyházad pásztorai szívesen vállaljanak minden áldozatot a maguk és nyájuk megszentelésére. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy az államfők az igaz barátság szellemében intézzék a nemzetek sorsát. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy a népek egymásnak testvéri segítséget nyújtsanak az éhség és a nyomor megszüntetésére. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy Krisztus keresztjéből erőt merítsenek a szenvedők és a betegek. Kérünk téged, hallgass meg minket. Mindenható örök Isten, mennyei atyánk, ne nézd bűneinket, hanem tekints szent fiad engesztelő áldozatára, és könyörülj megtérő népeden, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Áldott vagy, Urunk, mindenség Istenem, mert a te bűkezűségedből kaptuk a kenyeret. Felajánljuk neked, mint a föld termését és az emberi munka gyümölcsét, ebből lesz számunkra az élet kenyere. Részesünk annak istenségében, akik egyesen részesült emberségében. Áldott vagy, Urunk, mindenség Istenem, mert a te bőkezűségedből kaptuk a bort. Fölajánljuk neked, mint a szőlőtő termését és az emberi munka gyümölcsét, ebből lesz számunkra lélek itala. Lázatos lélekkel és töredelmes szívvel kérünk, Urunk Istenünk, fogadja minket, s legyen kedves szerdőt áldozatunk. Jóval mindennek sőtjeinkről tisztítsünk. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen mindenható Atya Isten előtt. Istenünk, felajánljuk ajándékaidat, melyeket azért kaptunk tőled, hogy nevednek szenteljük. Változtasd kenyerünket és borunkat szentségeddé, hogy orvosságunk legyen az örök életre, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges atyánk, mindenható örök Isten. Mert testi bőtölésünkkel a bűnt fékezed, fölemeled a lelket, szent erőt és jutalmat bőven adsz Krisztus, ami Urunk által. A te fölségedet általa dicsérik az angyalok, s imádják az uralkodó szellemek, az égi hatalmak rettegik. A mennyei seregek, az ég erő és a boldog szeráp kórusok újonva együtt tisztelik. Hadd kérünk, hogy az ő szavukhoz társuljon szózatunk, és alázatos megvallással zengjük. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura Istenem. Dicsőséget betölti a mennyet és a földet, hozsanna magasságban. Áldott, aki jön az Úr nevében, hozsanna magasságban. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre,
kezévette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezévette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ime hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy szened előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsen egybe a Szentlélek minnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben, Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokra, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket a szent színed látására. Könyörű kérünk mindnyájunkon, hogy az Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a Szent Apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesé lehessünk az örök életnek, és dicsőít magasztaljunk téged, Jézus Krisztus a te fiad által. Ő általa, ő vele, és ő benne a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Istent atyánknak hívjuk, testvéri szeretettel bocsássunk meg egymásnak, és akkor így imádkozhatunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, vagy kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, s üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. De tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké, amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondott az apostolaitnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom néktek. Ne védkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, s add meg teljes egységét, aki össze és uralkodó mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a veletek. Köszöntsétek egymást a béke jelében. Isten báránya,
Ime az Isten báránya, ime aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához, Jézus az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az élet. Örvendjetek mind, akik benned bíznak, Urunk. Ujjongjanak, mert velük maradsz mindörökre. Könyörögjünk. Istenünk, Te szüntelenül táplálsz minket szentségeiddel. Engedd, hogy az eleddel, melyet a szentségben nyújtasz, adja meg nekünk az örök életet, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Menjetek békével, szolgáljátok Istent és embertársaitokat szeretettel. Istennek legyen hála. Oltalmad alá futunk. Szent Mihály Arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátánból az kísértései ellen, légy oltalmunk, esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig menj és terjedj vezére,
és a többi gonosz ellene, kik a lelkek vesztélyek körül járnak a világban, Isten helyébe, aki tiszta a kárhozat helyére.